Szépen köszönjük, és most akkor egy kis figyelmet szeretnék kérni. Teljes figyelmet szeretnék kérni. Ez most egy hihetetlen pillanat volt nekem, el kell, hogy mondjam, és valószínűleg a ti életetekben is egy elég különleges pillanat. Feltételezem, hogy hosszú idő után most volt az az egyetlen pillanat az életetekben, amikor teljesen odafigyeltetek arra, hogy mit csinál egy zeneszerző. Nagyon jó érzés volt, tényleg. Különösen azért, mert az életben egyébként, az élet többi pillanatában ez ritkán fordul így elő. Mert hát azt mondjátok, nincs rá idő, és ez igaz, én ezt értem is. De ez probléma,
nekem is, mert nagyon szeretem, hogyha rám figyelnek. És nektek is, mert kimaradtok az élet egyik legizgalmasabb interaktív játékából. Most így végignézve a mai előadásokat a játék témakörében, ezt nem kell lecsetelnem, hogy ez miért is rossz. De mégis mindenhol és mindig körülöttünk van a zene. Annak ellenére, hogy nincs időnk rá odafigyelni, mégis ott van, néha fizetünk is érte, mert van a zenének egy olyan szolgáltatása, amit úgy is be tudunk fogadni, hogy nem kell rá odafigyelnünk. Vannak olyan szolgáltatásai. Például a filmzenénél, hogyha filmzenét hallgatunk, kifejezetten az a zene, amire nem akarunk odafigyelni. Kizárólag azért van ott, hogy a film megfelelő pillanatához illő hangulatba masszírozza az agyunkat, miközben mi a film főhősével akarunk foglalkozni, és ő rá figyelni. Így a nem odafigyelős zenebefogadásnál a legalapvetőbb zsigeri érzéseket tudja közvetíteni a zene. Bánat, öröm, vágyakozás. Csak hogy az a probléma, hogy most már nem csak filmnézés közben fordítunk ilyen kevés figyelmet a zenére, hanem mindig. És a bevételorientált zeneipar erre rá is ül, ő nagyon jól tudja, hogy ti csak nagyon kicsit fogtok figyelni a zenére, és épp ezért pontosan ezekre a zsigeri érzésekre koncentrál, ezeknek a hatását, ennek a szolgáltatásnak a hatását igyekszik maximális hatásfokra fejleszteni. Olyan audio-vizuális termékeket készítenek ezért nekünk, amelyek egy adott konkrét üzenetet kommunikálnak minél hatékonyabban. Gondoljunk bármelyik mai divatos popénekesnőre, belenézünk a videóklipbe, halljuk a zenét, egyértelműen átjön az az egy konkrét üzenet. Szex. A vadmacska szeretkezni akar. Ugye ennyi a sztori, biztosan nem akar mondjuk utána beszélgetni filozófiáról, vagy ilyesmiről. Tehát a történet itt véget ér, nem akar többet átadni. Ezt az egyet viszont olyan hatékonyan adja át nekünk, hogy ha ilyen zenét hallgatunk az utcán, még magunkat is szexisebbnek érezzük. Karcsúbb lettem a nyáron, nem kicsit? Megvan ez az érzés. Tehát a termék működött, fizetsz, köszönsz, és ennyi. A bevásárlóközpontban vagyunk, mindenhol kellemes zene szól, a boltok között járkálunk, és mindenhol ott van, és kellemesen lágyan ringat minket, és bár már 2,5 órája nem találunk egy normális nadrágot, a zene hatására mégis azt érezzük, hogy az élet vidám és szép, és érdemes tovább keresni azt a nadrágot. Este a diszkóban. Az elektronikus tánczenéknek a lényege a ritmikus, mély dob lüktetése, monoton lüktetése, ismétlések. A fő üzenet itt az, hogy táncolj. Ezt az üzenetet nem nehéz megérteni és befogadni. Ugye, hogyha elég hangosan szól a mély nyomó egy diszkóban vagy egy kocsiban, az is elkezd a mély dob ritmusára vergődni, aki teljesen süket, vagy hülye, vagy halott. De be kell, hogy valljam, hogy nekem is van konkrétan, nekem is van kedvenc elektronikus zeném, és néha rám is nagyon kellemes, jó hatással van a ritmikus, monoton, ismétlődő mély dob. És az hatással volt akkor, amikor óvodás voltam, a zeneakadémiai felvételém idején, és most, hogy lassan a zenetudományi doktori fokozatom megszerzéséhez közeledek, most is hatással van rám. Hát valami ok, akkor kell, hogy legyen, hogy tele vannak a diszkók. Van valami jó tehát abban, hogyha egy zene egyszerű, könnyen befogadható, ismétlődő elemekből áll, hogy anélkül, hogy odafigyelnénk, mindnyájan be tudjuk fogadni. A mindnyájan szó itt nagyon fontos, mert hogy ezáltal a közösségi összetartozás élményét erősíti bennünk. Ez pedig egy nagyon alapvető emberi szükségletünk. És néha szükségünk van arra is, hogy teljesen kikapcsoljuk az agyunkat, és hagyjuk, hogy a zene masszírozza, és esetleg transzba is estünk a monotonitástól, mint ez a fiatalember itt középen. Amikor csináltam ezt Photoshoppal, ezt a kis képecskét, ez a hangburger, azt szerettem volna kifejezni vele, hogy ma mindenhol és mindig úgy használjuk a zenét is, hogy elvárjuk tőle, hogy gyorsan és hatékonyan kielégítse ezeket a legalapvetőbb szükségleteinket. Hogy egy megadott hangulatban masszírozza az agyunkat, miközben mi rohanunk tovább és valami mást akarunk csinálni. Viszont, hogyha olyan zenével találkozunk, ami ennél többet kínál, változatosabb, több benne a kiszámíthatatlanság, attól rögtön elfordulunk, mert
már ezekre sem tudunk, nem akarunk odafigyelni. Hát ez nekünk zeneszerzőknek egy borzasztó rossz hír. Mert mi megírjuk, és variáljuk, és meghangszereljük, és augmentáljuk, és diminuáljuk a melléktémát, és tritónuszosan behelyettesítjük a dominást, és ti ebből mind nem értetek meg semmit, mert nem figyeltek oda, és ez minket tönkretesz, és megőrülünk tőle, és egy szobában magányosan a zongorára borulva halunk meg. Minden esetre mégis az a zene, amit én szeretek, úgy érzem, hogy ezek attól hitelesebb zenék, hogy valahogy jobban az életről szólnak, mert nem csak egyfélék, nem csak egy konkrét üzenetet masszíroznak az agyunkba, hanem elgondolkodtatnak, és talán dramaturgiával is bírnak, eljutnak A-ból B-be. Hát mi is induljunk el ettől az A-tól, az egyszerű, monoton ismétlődéstől, hogy hagyjuk, hogy masszírozza az agyunkat egy kicsit. Nem kell törzsi dobolás vagy elektronikus dob, az ismétlés már megteszi hatását. Hagyjuk, hogy elkezdje masszírozni az agyunkat, de ne kapcsoljuk ki teljesen a gondolatainkat. Próbáljunk figyelni rá. Ha igazán odafigyelünk egy ilyen zenei környezetre, ugyanúgy, mint bármilyen környezetet, amikor befogadunk, próbáljuk a rendet keresni, és hogyha már rájöttünk, hogy mi a rendszer, akkor a rend az egy picit az unalom forrásává is kezd válni, és valahogy elvágyódunk, kalandokra vágyakozunk. Változtassunk meg egy paramétert. Csak a dinamikát változtattam, és már is izgalmasabb lett egy kicsit ez a zenei világ. De menjünk tovább, változtassunk meg további paramétereket is. Én szeretem, hogyha a zene olyan, mint egy jó beszélgetés, ahol témákat vetnek föl, több oldalról megvizsgálják őket. Vessünk fel mi is egy témát. Ugye, ahogy egyre több rétegűvé kezd válni a zene, észrevesszük, hogy a monotonitás és a kiszámíthatatlanabb, szabadabb elemek egymáshoz képest kezdenek játszani. Az, hogy ennek az egyensúlyát hogyan keresem, ez tehát történhet így, hogy egyszerre, egy időben jelen van mind a kettő. A kiszámíthatóság és a meglepetések. Tehát itt van ez a szabadon mozgó témánk. De a beszélgetésben akkor mindenki mondja el a véleményét, más-más véleményét ugyanerről a témáról. Ha ez a téma visszatér egy pop dalban, mindig ugyanúgy tér vissza. Nálunk legyen egy kicsit változatosabb. Egy vidám téma, egy vidám karakter. Hangulatot váltva elgondolkodik a témán. Átvettük a zsigeri élményt, a kicsit melankolikusabb hangulatot, de ha odafigyelve hallgattuk, rögtön felfedeztünk más összefüggéseket is. Jé, hát ez ugyanaz a téma. Számomra ezt teszi egy ilyen érdekes intellektuális bujócskázássá a zeneszerzést. Most pedig nézzük meg, hogy ha ez a téma nem egy időben van jelen egy kaotikus és egy kiszámítható elemmel, hanem a kaotikus és kiszámíthatatlan egymás után következik időben, akkor mi történik? Lesz egy kaotikus elem, kis kivándorlás, majd visszatérünk. Most figyeljünk arra az érzésre, amikor visszaérkezünk. Azt éreztük, hogy ahogy a rend egy idő után túl monotonná vált, és elvágyakoztunk, kellemes volt utána visszatérni a már megszokott környezetbe.
Tehát számomra ez a bujócska adja az izgalmat a zeneszerzésben, viszont ahogy egyre jobban beleélem magam ebben a bujócskázásban, könnyen elindulhatok a másik véglet felé, és már annyi új szabályt hozok be, hogy káosznak fogjátok fel. Ha például kiveszem ezt a monoton lüktetést is, akkor valami hasonló születhet. Az, hogy ezt káosznak fogjuk-e fel, ez hangulatfüggő, attól is függ, hogy mennyire van időnk, mennyire vagyunk fáradtak, mint most ti. Minden esetre én elkövethetek egy olyan hibát, hogy talán túl kevés marad a közös, a közösségi élmény, túl kevés a zsigeri élvezet, és túl sok az új játékszabály és az új meglepetés. De mégis azt hiszem, hogy érdemes néha kimozdulnunk ebből a komfortzónából, mert annál kellemesebb lesz a visszatérés. Számomra tehát a zenében, főleg abban a zenében, amelyet a zenekaromnak, a Fugát Orkesztrának komponálok, arra törekszem, hogy egyszerre legyenek jelen a monotonitás ősi energiái és az igény egy kis intellektuális bujócskázásra. És hogyha kész vagytok jobban odafigyelni erre, akkor talán nem csak egy masszört szereztek magatoknak, hanem egy játszótársat, egy barátot. A darabom címe Neander variációk. Köszönöm a figyelmet!